kereskedelmi egyensúlytalanság az eurozónában, illetve az automatikus stabilizátorok hiánya. Először tisztáznunk kell a leértékelés szerepét a gazdaságpolitikában. Az nyilvánvaló, hogy a versenyképességet hosszabb távon a magas hozzáadott értékű termeléssel, humántőkével, technológiával, jobb menedzsment gyakorlatokkal kell elérni, és nem pedig leértékelésekkel, de ennek ellenére el kell mondani, hogy soha nem fordult még elő perifériális gazdaság felzárkózása a világgazdaság centrumához versenyképességi leértékelések nélkül. Tehát akárhova nézünk, legyen az Skandinávia annak idején, Olaszország a második világháború után, Taiwan a gyors felzárkózás időszakában, vagy akár Kína manapság, gyakorlatilag minden felzárkózó gazdaság rendszeresen használta a versenyképességi leértékelést. Még egyszer, tehát nem lehet hosszabb távon ez a bázisa a felzárkózásnak, viszont enélkül sem zárkózott még fel senki. Sőt, még a globális hegemon USA is csinálta. Az 1985-ös Pláze egyezménnyel például ráerőltette a dollár leértékelését Japánra, az Egyesült Királyságra, Nyugat-Németországra és Franciaországra, de más eseteket is találhatunk, amikor bizony az USA is használta a leértékelést. A leértékelés az egy teljesen legitim gazdaságpolitikai eszköz. A leértékeléstől meg lehet különböztetni a leértékelődést, és itt van egy nagyon fontos dolog. Amikor szabadon lebegő árfolyam van, akkor van egy automatikus stabilizátor az államok, országok, gazdaságok közötti kereskedelmi viszonyokban. Ezt megértsük, gondoljunk bele a következőbe. Amelyik országnak kereskedelmi többlete van, annak valutájára szükségünk van, hogy megvásároljuk a termékeit, ettől az felértékelődik, és ez viszont gyengíti az exportját ennek az adott országnak. Tehát ellene hat annak, hogy további, még erősebb kereskedelmi többlete legyen. A másik esetben, amelyik országnak kereskedelmi deficite van, pont az ellentétes folyamat történik, ennek az országnak a valutája leértékelődik, ez viszont segíti ennek az országnak az exportját. Tehát itt az történik, hogy ellene hat az automatikus stabilizátor annak, hogy még nagyobb kereskedelmi deficite legyen. Tehát fölülről is és alulról is közép felé nyomja a kereskedelmi adatokat, a többletet és a deficitet, ez az automatikus stabilizátor hatás, szabadon lebegő árfolyam esetén, azaz, hogy a kiegyensúlyozott kereskedelmi viszonyok felé hat. Viszont, ha közös valutánk van, akkor ugye ez nem tud történni, tehát egy eurózónában vagy bármely más monetáris unióban ez nem tud történni, mert nincsen külön-külön valuta, ami le tudna, vagy föl tudna értékelődni, csak egy közös valuta van, nem változik az árfolyam. És ezt látjuk is egyébként az eurozóna adatain. Tehát itt vannak a kereskedelmi viszonyok, ugye itt Németország ez a nagy zöld, és hát az látszik, hogy egész hosszú időn keresztül, mielőtt az eurót bevezették volna, alapvetően stabilok voltak, senkinek nem volt se túl nagy deficitje, se túl nagy többlete. A német újraegyesítés után még egy kicsit deficite is volt a németeknek egy ideig, de továbbra is relatíve kiegyensúlyozott viszonyok. Itt bevezetik a monetáris uniót, és innentől fogva teljesen világosan látszik, hogy a hatalmas német kereskedelmi többlet kialakul, és ennek az ellenoldalán gyakorlatilag az összes többi ország, Spanyolország, Portugália, Olaszország, Írország, Görögország, még Franciaország is, tehát ezeknek pedig egy hatalmas kereskedelmi deficite alakul ki. Tehát destabilizálódnak az eurózónában a kereskedelmi viszonyok, amik korábban stabilak voltak, mert működött, többek között azért is, mert működött ez az automatikus stabilizálás, ami itt később nem működik.
Most itt van egy olyan probléma, amit úgy szoktak hívni, hogy a szomszéd elszegényítése, beggar thy neighbor policy angolul, hogy föl lehet tenni azt a kérdést, hogy miért nem takarékos mindenki, mint Németország. És ezt egyébként föl is szokták tenni, tehát hogy Németország azért versenyképes, mert takarékos, mert nem ad ki sokat bérekre, állami kiadásokra, egyensúlyban van a költségvetése, visszaszorította a béreket, ez egy jó stratégia, miért nem alkalmazza mindenki? Ez gyakran elhangzik ez a kérdés. Most az a helyzet, következőt kell megérteni, az egyik tagállam fogyasztása, az a másik tagállam potenciális exportja. Tehát, hogyha az egyik tagállam nem fogyaszt, akkor a többi tagállam oda nem tud exportálni. A bérkompresszió, amiről egy korábbi részben volt szó, tehát amikor a GDP-n belül csökkentjük a bérek arányát, ez csökkenti a fogyasztást, viszont akinek nincsen bére, vagy alacsonyabb a bére, az kevesebbet tud fogyasztani. Az állami kiadások visszafogása, azaz, hogy a törekvés az erőltetése a kiegyensúlyozott költségvetésnek, ez megint csökkenti a fogyasztást, hiszen egy ország fogyasztásának a második része, tehát ha nem a lakossági fogyasztás, akkor ez ugye a kormányzati fogyasztás, de ezt is visszafogjuk, akkor se lakossági, se kormányzati fogyasztás nincsen. Tehát Németország már mind a kettőt visszafogta, ezért oda nagyon nehéz exportálni többi eurozónás tagállamnak, mert nincs igazán kereslet. Ha mindenki azt csinálna, amit Németország csinál, akkor összeomlana a kereskedelem, és összeomlana az eurozóna, hiszen mindenki csökkenteni a saját keresletét, és a többi tagállam nem tudna exportálni sehova. Ettől gyakorlatilag összeomlott. Tehát nem lehet azt csinálni, hogy mindenki legyen olyan, mint Németország. Ezt meg tudja csinálni egy-két tagállam, de mindenki ezt csinálna, összeomlana az eurozóna. Néhány példa erre, hogy hogyan fogták vissza a keresletet a németek. Az egyik, az a német béraránynak a folyamatos csökkenése. Tehát látjuk, hogy a 80-as években, ez ugye a bérarány, ezt az egyik korábbi videóban már megbeszéltük, ez a bérek aránya a GDP-ben. És ott volt az egészen magas, tehát a Német Szövetségi Köztársaság 80-as éveiben ez akár 76%-ot is kitett, majd folyamatosan csökkenni kezd. Ugye elérkezünk a német újraegyesítéshez, és az egyesített Németország egy ideig szinten tart, de már egy alacsonyabb szinten, majd utána az euró bevezetése után folyamatosan csökkenti a bérek arányát a GDP-ben. Ugye megbeszéltük, hogy ez volt a Schröder-féle Agenda 2000, amikor azt a stratégiát találták ki, hogy a bérek csökkentésével lesznek majd versenyképesek. De ez gyakorlatilag elszegényített egy csomó német embert. Másik probléma, hogy a közberuházások szintje is csökkent. Ugye itt látható, hogy a 90-es években folyamatosan csökken lassul a közberuházásoknak az aránya, majd átmegy negatívba. Tehát az eurozóna időszakában évről évre negatíva a nettó közberuházás Németországban, és ebből adódóan a nettó állami tőkejavaknak az állománya is csökken. Tehát miközben egy korábban nőtt, így 2000 környékén, ez az pont az euró bevezetése környékén, elér egy csúcspontot, és onnantól fogva folyamatosan csökkenésnek indul a kormányzati tőkeállománynak. Azaz, ez micsoda, épületek, autópályák, vasúti sínek, tehát minden olyasmi infrastruktúra, és ez egyébként látszik is, tehát hogyha valaki elmegy Németországba, akkor azt látja, hogy a 90-es évekig iszonyatosan jó állapotban voltak mondjuk az autópályák, vagy a középületek, és hát a német sajtó folyamatosan arról panaszkodik az elmúlt évtizedekben, hogy iszonyatosan alul van finanszírozva a közösségi infrastruktúra Németországban, és nagyon rossz állapotba is került. Egy nemzetközi összehasonlítás, ez itt alul Németország, ez ugye a közberuházásoknak az aránya a GDP-ből,
Ugye látszik, hogy folyamatosan csökkenő, és ugye ez az euróövezet, ez a fekete, a piros, ez pedig Franciaország, tehát relatíve is elmaradott Németország. És hogy nem csak az infrastruktúrára nem költöttek, ez nagyon jól mutatja az oktatási kiadásoknak az alacsony szintje. Ez ugye a GDP arányos oktatási költés, és ez itt alul Németország. Tehát látszik, hogy 4,5-ről lejönnek 4-re, és hosszú időn keresztül gyakorlatilag ezt a 4-4,5-et tartják, miközben mondjuk a versenytárs országaik, Svájc, Egyesült Királyság, Svédország, Franciaország, ezek így ilyen 6-7, néha 7,5%-os GDP arányos oktatási költést is kiviteleznek, még Németország ennél sokkal-sokkal alacsonyabbat, és ez nyilván hosszabb távon nagyon káros, hogyha egyre keveset költ egy ország oktatásra. Ugye ráadásul tudna többet költeni, tehát hogyha arról lenne szó, hogy mondjuk rendbe akarná rakni a közösségi infrastruktúrát, erre bőven lenne lehetősége, például ugye abból, hogyha ez hiányt teremt, és mondjuk piacról szeretné finanszírozni ezt a hiányt. Ugye majd a következő részben látni fogjuk, hogy nem feltétlenül kell neki, mert hogy monetáris finanszírozásból, jegybanki finanszírozásból is tudná ezt finanszírozni. De ha feltétlenül ragaszkodik ahhoz, hogy piacosítsa az államadósságát, tehát hogy ki akar bocsátani állampapírokat, akkor ezt negatív kamattal teheti meg. Tehát már eleve nagyon alacsonyak voltak a kamatok, de az utóbbi időszakban igen gyakran előfordult, hogy Németország negatív hozammal tudott kibocsátani állampapírokat. Hogy ez miért van így? Ez ugye azt kell megérteni, hogy hát más országok polgárai, ahol ugyan pozitív hozamai lehetnek az állampapíroknak, de a relatív árfolyama ezeknek az országoknak a valutájának mondjuk az euróhoz képest romlik, ezek átvihetik a pénzüket, és vehetnek német állampapírokat, tehát mondjuk egy török állampolgár, ugye a török líra az beomlott, de nagyon az elmúlt években, neki jobban megéri euróban német állampapírt venni, meg akkor is, hogyha negatív annak a hozama, mert hiába nagyon magas a török állampapír hozama, de közben zuhan a líra árfolyama. Tehát ebből adódóan mint egyfajta menekülő papír a holland, az osztrák, a német, a svéd állam, dán állampapírok, ezek elég erősen negatív hozamot tudtak produkálni magyarul. Gyakorlatilag ingyen tudna pénzhez jutni a német vagy a többi hasonló állam, sőt a befektetők fizetnek azért, hogy megvehessék az állam adósságát, és emellett a rendkívül alacsony hozam mellett sem volt hajlandó Németország, Hollandia, többi ország növelni a keresletet. Tehát, hogy az eurozóna problémáira egyértelmű válasz lett volna, hogy növeljük a keresletet, és ezáltal próbáljuk meg rendbe rakni, hogy ugye a megszorításokról szóló résznél elmondtam, hogy hát a nagy pénzügyi válság után, 2008 után szinte mindenki más ezt csinálta. Tehát az eurozónán kívül az Egyesült Államok, Kína, Lengyelország, Oroszország, Szaúd-Arábia mindenki jelentős kereslet élénkítő programot csinált. Az az eurozóna, ami ezt gyakorlatilag ingyen megtehette volna, nem tette meg. Ennek a rendszernek a német cégek a nyertesei, tehát hogyha óriási kereskedelmi töblete van Németországnak, az alacsonyan tartott bérek miatt, és tegyük hozzá, ez az is hozzájárul, hogy Kelet-Európába offshore-olják a termelés nagy részét, tehát Csehországba, Szlovákiába, Magyarországra, Lengyelországba jönnek német cégek, autóipar, stb., akkor ez még tovább csökkenti a béreket, de már a német béreket is visszaszorították, magyarul csomó emberhez szegényedett, de közben a növekvő kereskedelmi többlet, az ugye azt jelenti, hogy a német cégek, azok nagyon jól jártak ezzel.
Ugye ez Angela Merkel kormányzásának egy tudatos eleme, tehát ő többször el is mondta, és a kormánytagja is elmondták róla. Ugye van ez a kifejezés, hogy Deutschland AG, a Deutschland Németország részvénytársaság. Rendszeresen találkozik Angela Merkel a nagyvállalatokkal, a német nagyvállalatok vezetőivel, és abban a felfogásban kormányoz, hogy ami jó a német nagyvállalatoknak, az jó Németországnak. Ami látványosan nem igaz, tehát attól még bőven elszegényedhetnek németek, mert a nagyvállalatok gazdagodnak. De hogy ez a kereskedelmi többlet, amit Németország felmutat, ugye sokan azt gondolják, hogy ránéznek az adatokra, hogy hát valamit nagyon jól csinál Németország, ugye mondjuk termelékeny, vagy valami jól működnek a cégei. Ezt megnéztük korábbi részekben, hogy ez nem igaz. A termelékenység növekedése lassabb volt Németországban, mint a versenytársainál. A bérvisszafogással tudott elérni ilyen jelentős kereskedelmi többletet, és hogy ez nem jó dolog. Tehát ugye azt gondolnánk első látásra, hogyha valakinek kereskedelmi többlete van, az valami szuper dolog, de magában az eurozónának a szabályrendszerében is benne van, hogy az Európai Bizottságnak az ilyen óriási többlettel rendelkező országokat évről évre figyelmeztetnie kell, és ez meg is történik. Minden évben küld egy levelet az Európai Bizottság Németországnak, a német kormánynak, mert figyelmezteti őket, ezzel az óriási kereskedelmi többlettel veszélyeztetik az eurozóna stabilitását. De mivel ehhez a levélhez semmifajta szankció nem társul, ezért gyakorlatilag a német kormány ignorálja, tehát megköszöni a levelet, és azt mondja, hogy jövőre találkozunk, és ez évről évre így történik. Minden évben kapnak egy levelet az Európai Bizottságtól, de nem társul hozzá szankció. Még egy dolgot el kell mondani, hogy ezt az óriási kereskedelmi többletet, ami kifejlődött itt az eurozóna időszakában, azt a németek a déli buborék finanszírozására reciklikálták. Ugye beszéltünk a nem megfelelő kamatlábról szóló részben arról, hogy a túlságosan alacsony kamatláb miatt ugye egy buborék fúvódott a déli országokban, iszonyatosan olcsón jutottak tőkéhez ott az emberek, és ettől fúvódott egy hatalmas ingatlan eszköz árbuborék, és ebbe a buborékba reciklikált a Németország azt a pénzt, amit ezzel az óriási kereskedelmi többlettel megszerzett. Tehát gyakorlatilag egy ilyen perpétuum mobile alakult ki, ahol Németországnak az olcsó bérek miatt kereskedelmi többlete van, ezt a kereskedelmi többletet reciklikálja délre, délen az alacsony kamatok miatt egy buborék fúvódik, és így tovább, de ugye mint minden perpétuum mobile, ez is egy fenntarthatatlan dolog, tehát előbb-utóbb leáll, és ez történt 2008-ban,